Stik ma az égen a nap, jelöli a jelölhetetlen. Fehér szemem az égbe tolat, embereket kerülgetetlen. József Attila az őrület erejével egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte. Írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós önálló estje. Innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és vers részleteit. A komáromi kulturális csoport szervezésében életre hívott zenés estek sorában Teltház fogadta Vecsei H. Miklós színművészt és Balla Gergőt, a Planton Karate frontemberét augusztus 30-án a Jókai moziban. Vecsei H. Miklós Mondjad Atikám című monodrámájában József Attila különböző életszakaszainak aprólékos részleteit ismerhette meg a közönség. Az a szerencsétlen, aki ezeket írja, mérhetetlenül áhítozik a szeretetre. Hogy a szeretet visszatartsa őt oly dolgok elkövetésétől, melyeket fél megtenni. Őt olyasmiért verték, amit soha nem tett volna, ha szerették volna. Ő az a gyermek, akit nem szerettek, és akit ezen kívül vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy nem szeretik. Ez a szerencsétlen bolond most szerelmet táplál az analitikusával szemben pusztán azért, mert azt hiszi érzelmeiben, hogy az nem bántja. Neve? Én szeretni szeretek. És azt szokás szeretni, aki ad nekünk. Én viszont azt szeretem, aki iránt vágyakozni tudok. A vágyakozás pedig adás. Vagyis én azt szeretem, akinek adni tudok. És ez a kettősség tesz engem egészé, még akkor is ezt a konkrét egészet egyelőre nem találom, és ebben tudna segíteni. Neve? József Attila. Született? 1905. április 11-én azt mondják, egy késsel a kezemben. Na de hogy került az a kés a kezébe, kedves Attila? Igen, ez egy jó kérdés. Talán a mama tette bele. Ő egy vidéki lány volt, de 14 évesen megszökött otthonról, mert az anyja verte az iszákos apját. Aki egyébként egy rendes ember lehetett, mert a kutyájának azt a nevet adta, hogy kutya. Egy apa tette bele. Apa egy román szappanfőző segéd, aki különböző bűvész mutatványokkal szórakoztatta a lányokat. Vígszínházban kaptam lehetőséget egy 6 évvel ezelőtt, hogy készítsek egy előadást. És egy színész, hogyha ő választhat, akkor mindig azt választja, amit éppen leginkább meg tud élni, vagy át tud élni. Ez egy nagyon ritka esemény egy színész életében, és én hálás vagyok, hogy ez viszonylag fiatalon megtörténhetett velem. És nem tudtam még, hogy mivel fogok foglalkozni, de pont egy olyan életszakaszban voltam, hogy minden verse, levele, jegyzete valahogy úgy érezni véltem. És azt gondoltam, hogy ennyire érzékeny időszakkal nem tudom, hogy lesz-e még az életemnek valaha. És színészként, hogyha bepróbálsz valamit, mondjuk ezt az előadást, ezt majdnem egy évig csináltuk, akkor az érzelmeidet el tudod menteni. Tehát kvázi, amit akkor megéltem, azt tudom hordozni magammal akár évtizedeken keresztül, különösebb, tehát érzelmi emlékezetnek hívják ezt, és ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk azt érzem akkor, hogy nekem József Attila most van meg, akkor ezt a mostot ezt el tudom menteni. Nem tudom, hogy ezt értetlen fogalmazom, de éreztem, hogy na vagy most, vagy soha. És akkor eltöltöttem ezzel egy szűk évet, ezzel az anyaggal. Nem az volt a fontos, hogy verseket mutassak be, vagy egy életutat, hanem pont akkor ment ez a Me Too dolog, és maga a bűn fogalma, meg a megbocsátás fogalma, meg a kapcsolataink teljesen újra értékelődtek a közbeszédben, és én szerettem volna egy olyan életutat bemutatni, ami szerintem a világirodalom legteteje, egy gyémántja József Attila. Csak hálát adhatunk, hogy az az anyanyelvünk, amin ő írt, szinte hihetetlen. Szerencse tulajdonképpen. De ebbe az előadásban megpróbáltam az összes bűnét és botladozását és szerencsétlenségét és fájdalmát beletenni. És az volt az álmom, hogy amikor a végén már megnyúzottan, vizesen, véresen ülök a nézők előtt, és elmondom a íme, hát megleltem hazámat, akkor egy olyan néző és színész kapcsolat legyen a végén, ami nem felmenti a bűnöst, nem,
nem relativizálja a bűneit, hanem azt mondja, hogy értünk. Értünk, és meg tudjuk fogni a kezedet, és azt tudjuk mondani, hogy segítünk, veled vagyunk, vagy megpróbálunk melletted lenni az úton. Tehát valami ilyesmi érzések inspiráltak engem ennek az előadásnak a létrehozásában. Egyébként ez egy nagyon technikailag nagyon bonyolult előadás, ezért külön izgalmas, hogyha ilyen helyen játszom, ahol csak Gergő segít mellettem kis zenével, meg az ő szerintem nagyon erős jelenlétével, hogy szintán a szöveg és az érzések azok milyen hatással vannak így jelmez, díszlet, zen, az előadás zenei nélkül. De maga a József Attilai levelezés, ami nem annyira híres, mint ugye a versei, az egyenértékű a versének az életével. Egészen eszméletlenül szép a levelezése. Tehát az is egy fontos forrás, de Vágó Márta is megírta a történetüket. Kozmusz a Flórai könyvet írt belőle, a Szántó Judit is írt. Rengeteg barátja, a szép szó, ugye a közös folyóiratuk. Van egy ilyen nekrológ szám, ahol olyan emberek, mint Móricz, Vörös Sándor, Radnóti írnak róla hosszabban. Tehát nagyon-nagyon jól kutatható, és még a betegségéhez kapcsolódó írások is lelet, vagy hát ilyen látleletek is, úgyhogy mondjam, diagnózisok is könnyen elérhetőek. 21 éve már, hogy elhagyta értem az erdőt. A mama halála és a mesztelen lányok mindig összekapcsolódnak a gondolataimban. Erről ugye nehéz beszélni, de szerencsére én tudtam, mestereimmel, Juhász Gyulával és Esperzit Jánossal, akik fiúkként szerettek. Csoda gyereknek tartottak, pedig csak árva voltam. Egy Gebe Márta nevű lányba voltam szerelmes, mert volt neki egy sportos udvarlója, de hát mit nekem izom, ha nálam a költészet, gondoltam. Rövid szerelmi történetünk végére ugranék, 40 darab aspirint vettem be a gimnázium folyosógyán, és ráírtam egy papírra, hogy végrendeletem, azt ráírtam, hogy semmim sincs, hogy átjavítottam végig kérésemre, hogy ruhámat majd adják oda valami szegény gyereknek, és ha utólag díjat nyernék valamelyik versemmel, akkor azt adósságaim rendezésére fordítsák. És mellékeltem is két verset a Mártához írtak közül, a Tavasz van gyönyörű és a Patkány vagy címűeket. 42 fokos láz, 5 napos beöntés és gyomormosás, második öngyilkossági kísérletemet is túléltem. És a kórházi ágyam mellett volt egy új szövetség. És én elhatároztam, hogy a krisztusi tanítás szerint új szövetséget kötök magammal, különben bele fogok bolondulni, hogy én minden nőbe szerelmes tudok lenni. Mint fogalmazott, mindannyiunk életében vannak nagy törések, ezek alakítják nagyrészt a jellemünket. Akkor szerencsés az ember, ha ezeknek a töréseknek a miértjét előbb-utóbb megérti. Most az én nézőpontomból József Attila egy olyan életet élt, ami törésből törésbe ment. Nem olyan szinten dobzódtak a miértek, ami összeroppant bárkit. És szerintem ezt érdemes látni az ő esetében, hogy a törés mentén mindenki kicsit tehetséges lesz, mindenki kicsit ihletett, mindenki kicsit érzékeny, mindenki kicsit művész és alkotó. És itt látunk egy 20. századi életet, ami egy nagy törés. És jár össze. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy mindannyiunk, amikor egy ilyen törés helyzetben vagyunk, akkor van kicsit József Attilák vagyunk, hogy kicsit hordozunk az ő életét. Ez az én nézőpontom persze, ez csak az én véleményem. De hogy szerintem ez jó tudni, hogy vannak, és a magyar irodalomban nem egy, nem kettő ilyen költő van, akinek meg lehet fogni a kezét. December 3, az utolsó nap. Reggel vita nélkül megittem a kakaómat. Éjszaka nem jutott eszembe egy Victor Hugo idézet. Levettem a kötetet a polcról, de nem találtam meg. Aztán felvettem a kabátomat, kinéztem az ablakon, néztem, hogy játszanak a gyerekek. Ahogy játszanak a gyerekek a kertben. Délután leveleket írtam. Az elsőt Juditnak, hogy üdvözlöm. A másodikat Bak doktornak, hogy hiába kísértette meg a lehetetlent. A harmadikat a kiadómnak, hogy új verset ne várjanak. A negyediket... Az van, hogy eddig minden három volt, és szép lett volna, hogyha ez most a végén 4. De
hogyha ez szép lett volna a végén, ez is 3. De ez a végén 4. Nem kerek. Semmi. Hát a 4. Flórának írtam. Kedves Flóra, bocsásson meg nekem. Én hiszek a csodában. Számomra csak egy csoda lehetséges, és ezt meg is teszem. Tudom, hogy szeretett. És tudta, hogy szeretem. A többi nem rajtunk múlott. Aztán mit sírsz, a sorsunk írva van már? Ez Kosztolány írta. Csókolom a kezét, és sok szeretettel és barátsággal üdvözlöm. Köszönjük az almákat. Én is ettem belőlük, jól lehet a gyerekeknek küldt, és én bizony meg se kérdeztem tőlük, csak elvettem egyet. Attila. Utóirat. Kérem, vasárnap már ne jöjjön. És elmentem a postára, feladtam a leveleket, és vásároltam egy doboz cigarettát. A pályaudvar felé még átsétáltam a temetőn. Mamára gondoltam. Nem volt hideg. Már korábban kinéztem a 1284-es számú járatot. Átbújtam a sorompó alatt, és a sínekre támaszkodtam. És így néztem két vagon közé. Csak egyszerűen. Minden csak egyszerűen. A darabot a Pesti Színház folyamatosan játssza házi színpadán. Vecsei H. Miklós a jövőben más költők életét is szeretné hasonló mélységben bemutatni, így hamarosan Arany Jánost, Pilinszky Jánost, vagy éppen Radnóti Miklóst is közelebbről megismerhetjük előadásában. Ezért a mondatért jöttem, ezért a mondatért, ezért az emberért jöttem, ezért az emberért.